Legutóbbi adásunkban megismerhették a Nagydobronyban élő Csákány családot, akik nagyon nehéz körülmények között élik meg a mindennapokat. 4 gyermek, egy édesanya és egy 93. évét taposó nagypapa, aki a Málenki robot szörnyűségeit is megélte. A községben élők készítettek egy kisfilmet a családról a Biatorbágyi testvértelepülésük részére, akik már több éve gyűjtést szerveznek a Nagydobronyban élő rászorulók vagy nehéz helyzetben élők számára. A kisfilm felkerült a világhálóra is, ami futó tűzként terjedt. Ekkor mi is felkerestük a családot otthonukban. De nem csak mi, hanem rengeteg olyan segítő szándékú ember és névtelen adakozó látogatta meg őket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy élhetőbb életet élhessenek. Mai műsorukban bemutatjuk önöknek, hogy 2 hét alatt az emberek szívében lakó együttérző szeretet hogyan tudott összefogni és megváltoztatni egy család életét. Segítőm is lesz Katona Gizella személyében, aki egyike azoknak, akik időt és erőt nem sajnálva bíztat, szervez, intéz, hogy a Csákány család sorsa jobbra fordulhasson. Tartsanak velünk! A családot már régen ismerjük, mert kaptak támogatást téli tüzelő, élelmiszercsomagokkal, hát ez kevésnek bizonyult, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy Biatorbágy 3. éve van ez a jótékonysági bál, ahol a befolyt összeget a rászorulóknak, hát illetve először kapta a gyermekotthon, aztán kapta a mentőszolgálat, és akkor most ilyen döntésre jutottak, hogy akkor kapjanak olyan családok, akik de nagyon rászorulók. Itt a Dobronyi gyülekezet nem tud teljes mértékben hozzájárulni, hogy jobb legyen az életkörülményük. És akkor elindult ez a kis felvétel, mivel Biatorbágyról azt mondták, hogy azért vegyük fel, hogy ők hogy élnek. És mikor ez a felvétel megtörtént, a család meg volt kérdezve, hogy publikus lehet ez, hogy meg lehet-e osztani minden, és akkor ők beleegyeztek, hogy igenis megosztásra kerüljön. És ezzel kapcsolatban jött az egész életüknek a változása, mert nagyon sok ember felkereste őket segítő szándékkal. Hát a Jóisten áldja meg azokat a jókedvű adakozókat, akik önzetlenül pénzajándékot és munkával is hozzájárultak, hogy a családnak az élete megváltozzon. És akkor majd meglátjuk, hogy mibe változott az életük azóta, mióta ez a felvétel készült. Már itt látható, hogy kinn nálunk a kapuban, hogy azért vannak már lebetonozott részek, az ablak kicserélődött. Igen. Körülbelül hány ember segített, hány ember munkájából indult el a változás? Hát ilyen 8-10 ember munkájából indult, mivel ezek a mesterek, akik most is dolgoznak, ők önzetlenül, mikor a kis felvétel kikerült a köztudatba, akkor ők rögtön felajánlták, hogy a vízvezetést megoldják, és nem kértek érte semmi anyagi fedezetet, hanem olyan, hogy a szivattyút is egyedül hozták. Viszont a többi munkátokban is azt mondták, hogy ők szeretnének részt venni és segíteni. A hozzávalókat, amiből dolgoznak, az pedig hála jó Istennek arra megvolt az anyagi fedezet. Értem. És egyébként milyen területéről Kárpátalján? Csak dobronyiak jelentkeztek? Hát ez az Istennek az olyan csodája, hogy nagyon messzire is meghallották, például a Viskről, vagy volt olyan, aki nem akarta felfedni, hogy ő ki. Egyszerűen csak idejöttek, és egy borítékot a fiatalasszonynak, a Katinak a kezébe nyomtak, aki sírva telefonált nekem, hogy ő ezt nem tudja, hogy mennyi pénz. És minket is meglepett, hogy nem csak a dobronyiak, hanem mindenki szeretne segíteni rajtuk, hogy ebből a mély állapotból kikerüljenek. Mert legelőször, mikor mi eljöttünk, akkor mondtuk, hogy jó lenne egy kicsit kipofozni a belső viszonyokat, hogy egy festés az ajtókra, és akkor nekem azt mondta a Kati, hogy most vagy kenyeret, vagy festéket vegyek. Úgyhogy ez engem is szíven ütött, mert egy anyának a szájából szerintem ez egy hiteles dolog. Akkor nézzük meg, hogy mi változott. Hát, mint amit látjuk is, itt már elindultak a külső munkálatok is, mert hál' Istennek jó idő van. Mivel a belső munkálatokat abba kellett hagyni, mert a háznak a sarka megrogyott,
itt három kő tartotta a háznak a sarkát, mivel minden kimosódott, és akkor itt a fiatal emberek, a munkások kitalálták, hogy akkor csináljanak egy olyat, hogy többet ne legyen ilyen probléma. Megerősítették a fundamentumot itt körbe, ezt a sarkat, itt pedig mindenhol lebetonozták, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen, így ne a sárba járkáljanak. És akkor itt látszik, itt van a kut leütve, amit a nagyon szakszerűen elláttak, hogy nehogy befagyjon. Igen. És akkor végül a szivattyú pedig ide került be, hogy az is ne külső helyen legyen, hanem bent, de meg is nézhetjük. Lehet nézni? Igen. Egyébként ez egy vályogház. Ez egy vályogház, és a fundamentum is sajnos már nagyon elsüllyedt. És azért kellett, így a mesterek mondták, hogy ez legyen a legelső, hogy itt megerősítsék ezt a részt, mert itt az egész elmosta a háznak az oldalát teljesen. A hó, a víz, minden. Igen, kimosódott. Kimosódott nagyon, de itt is nagyon nagy munkát végeztek, mert a két ház között az egész le van betonozva, hogy azért nem mosódjon tovább a háznak az oldala. Igen. És akkor megmutatom, hogy hová sikerült leütni a kutat. És mint ahogy láthatjuk, a szivattyú ide került, hogy egy zárt helyiségben legyen, és itt már nem kell a kutról vizet húzni, mert rögtön úgy oldották meg, hogy bent legyen a víz, és akkor így könnyebb nekik. Tudják használni. Igen, tudják használni. Viszont ez a sok csomag, ami ide került, az azért van itt, mert bentről ugye ki kellett cuccolni az egész dolgaikat, úgyhogy megpróbáltuk ide bezsufolni. Kaptunk felajánlásba egy dobronyi családtól egy vízmelegítőt, igen, ami felszere, aztán kaptak kézmosót, rengeteg élelmiszercsomagokat kaptak, azt nagyon sokat kaptak, hála az Úrnak, úgyhogy arra nincsen gond, viszont még nagyon sok munka vár mindenkire. Hát látjuk, hogy itt elindultak a munkálatok. Hát ez egy ilyen fafészerszerűség, amihol a tüzelőt rakják be, és akkor van itt egy kinti WC, amit szeretnénk felújítani, mert van WC felajánlás, de sajnos a benti WC nem megoldható, úgyhogy megpróbáljuk ide valahogy, hogy a gyerekeknek összkomfortosabb legyen, mert ez nagyon veszélyes, mint ahogy látjuk. Hát meg a hidegbe kislányok azért mégiscsak megfelelődik. Igen, hát de sajnos nem tudtuk megoldani, hogy bent legyen. Úgyhogy egyelőre ez is nagyon jó, hogy ennyire haladtunk. Úgyhogy van itt még munka nagyon-nagyon sok, mert hát a háztető, amit szeretnék mondani, megállapították a mesterek, hogy egyelőre még kibírja a telet, de életveszélyes. Szóval szerkezete is életveszélyes. Szerkezete, igen, voltak fel a padlásra, és akkor ott most egy olyan, hogy télire egy fóliát fognak lehúzni, hogy esetleg, hogyha csöpögne az eső, vagy valami probléma, igen, ne állzon be, ugye az új fal, meg minden, hogy a belső felújítás nehogy megsérüljön. Hát ugye, hogy nagyon nagy munka vár itt még, hát reméljük, hogy a Jóisten küld még olyan segítségeket, akik önzetlenül tudják ezt segíteni, és felvállalni a mások terhét. Így van. És itt a fára visszatérve. Ja, igen. Felajánlások érkeztek a fára is? Igen, már tudom. Több magánszemélyek is mondták, hogy akkor ők nem fát, hanem például brikettet küldenek, van, hogy az egyháztól fognak kapni, a diakóni bizottságtól fognak kapni egy autófát, úgyhogy több felajánlás a községtől, fognak az önkormányzattól fát kapni, úgyhogy már kaptak is, mert már az önkormányzattól hoztak fát nekik. Ez most például, ami bent van, az. Hála Jóistennek, csupa jó hír. Igen, hát. Akkor nézzünk be, hogy bent mennyi változott, mennyi változás van. És akkor még ezt az ablakot szeretnénk, még lehet a jó idő kicserélni, mert nem jó zár, látszik, hogy egy kicsit meg van roskadva, viszont meg itt a külső ablakot is cserélni kellene. Ezt berakják a mesterek, hogy ne legyen ez annyi. Az ablak itt nem ez az ablak itt megszűnne, hogy belülről is nagyobb tér legyen, mert ugye itt is ablak, ott is ablak ajtó, és nincs hely a gyerekeknek, úgyhogy ez lenne berakva, és akkor ez a két ablak még lenne cserélve. De erre már a keret megvan egyébként?
Erre a keret még nincsen, de hiszük, hogy ez a terv, de lesz rá. Reméljük, hogy lesz, mert a Jóisten megsegít a Biatorbágyi támogatásból nagyon sok ki fog cserélődni. Igen. Igen. Akkor a háznak a külső arculata? Azzal most nem tudunk mit kezdeni, arra most nincs anyagi keret, mert itt mindig szemügyre kell venni, ami a fontosabb. A legfontosabb, igen. Úgyhogy ez volt a fontos, hogy a betonozás, meg a belső felújítás, hogy a gyerekeknek élhetővé tegyék. Jó napot kívánunk, János bácsi! Jó napot, János bácsi! Hogy tetszik lenni? Hát lassan. Na, ugye milyen jó, hogy ennyi sok mindent csináltak már a mesterek? Itt a fürdőszoba. Akkor itt lenne a fürdőszoba, itt is látszik, hogy már az ajtókeretek megvannak, az ajtó megvan, úgyhogy mind a három szobára már az ajtók azok megvannak, meg hát hál' Istennek már ide be is van téve. Ott lenne egy kis zuhanyzó rész a gyerekeknek, mivel fürdőkádat nem lehet ilyen kis helyre berakni, úgyhogy ott lenne egy zuhanyzó rész, egy kézmosóval, és van egy ilyen ahová a mosógépet be lehet lesz kötni, az már víz oda van húzva, hogy utána ne kelljen ebben foglalkozni. Hát most még arra van szükség, hogy a csempét megvenni, a falra, a földre, és akkor lényegében már víz bent van, úgyhogy össze kell csak rakni. És a mosógép egyébként az van? Vagy már van felajánlás. Értem. Igen, több felajánlás van, csak addig nem tudjuk elfogadni, míg a munkálatok folynak, mivel nincs hová rakni. Kályhát is ajánlottak már föl, gáztűz helyet, úgyhogy nem is tudjuk felfogni, hogy melyik ember mit ajánl föl, csak majd utána, amikor minden összerendezett. Tehát még nem tudnak itt összehalmozni mindent. Hanem amikor megtörténik a felújítás. Így is egy pici szobában vannak a gyerekek bezsufolva, hogy, mert ugye nem tudjuk, hogy hová rakjuk el őket. Igen. Hová, melyik szobába. Mivel János bácsi is szegény itt van kint ebbe a átjáróházban, mivel a mesterek itt dolgoznak, és ő szegény itt van, de rajta keresztül folyik a munkálat. És a gyerekeknek meg kellett egy pici szoba, ahol tudnak tanulni, úgyhogy megnézhetjük azt is. Rögtön szembe tűnt, ahogy bejöttünk, hogy a vezetékek azért már nem úgy állnak, mint amikor legutoljára. Igen, elfelejtettem mondani, hogy ebben nagyon nagy munka, úgy kezdődött az egész munkálatok, hogy legelőször a vezetékeket kellett mindenhol kicserélni. Át vannak a kapcsolók, a konnektor, mindenki van cserélve, mivel életveszélyes volt a vezeték mindenhol a falba, és addig nem lehetett a munkálatokat elkezdeni, még szakszerűen már látszik fönt is, hogy itt ugye egy ilyen csüngő lámpa volt régen, és akkor oda is vezetéket húztak, hogy mindenhol be lehessen azért a lámpákat kapcsolni, és nagyon sokat kellett rá várni, egy olyan szakember találni, aki ezt elvállalja, hogy az egész házat lényegében át kellett drótozni, úgyhogy ez nagyon sok munkálat volt. És még az előszobában és a gyerekek szobában mindenhol készen van. Akkor most már minden biztonságos, és épp most aludt el a villany. Igen, most aludt el a villany. Akkor a gyerekek egyelőre ide vannak bezsufolva, mint ahogy láthatod, ágy, és akkor ők öten itt alszanak. Úgyhogy az anyuka, a két kicsivel, a nagylány meg a nagyfiú. Hát itt tanulnak, csak hát ugye itt is nagyon nagy munkálatok voltak, mert igen, ez is a vezetékek már itt is készen vannak, itt nagyon nagy munka volt a vezetékekkel, látszik, hogy... Igen, aztán ezt a szobát újítják fel, miután a másik... Hát, mikor az készen lesz, akkor mindenki átmegyen oda, János bácsi is, mert ugye az ő szobáját is kellene csinálni, de ő ragaszkodik ehhez a szobához, hogy ő ott legyen. Értem, ő abba szeret. Ő abba szeretne lenni, igen. És akkor a gyerekek azt kérték, hogy akkor a két nagynak hagyd legyen ez a szobája. Értem, akkor a Kitti és a Dani. A Kitti és a Dani itt szeretnének külön lenni. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy Jóisten megengedje, hogy minél hamarabb beköltözzenek. De viszont már ide is a plafonozáshoz az anyag megvan. Az is megvan, mindenhová megvan az anyag a plafonozáshoz. Hát csak addig nem tudnak a mesterek dolgozni, míg az készen nincsen, és mindenki át. Hát nem tud kötözni a másikére. És egyébként a bútorok, ágyak, ilyen felajánlások érkeztek? Hú, rengeteg felajánlás érkezett, ilyen, hogy kanapé, puharész, szekrénysor, szekrények, ágyak, csak hát egyszerűen nincs még hová.
Úgyhogy volt egy vállalkozó, aki mondta, hogy ő szeretne íróasztalt a gyerekeknek. Volt olyan vállalkozó, aki azt mondta, hogy az internetet ingyenesen és ingyenes lesz nekik végig. Olyan dolgokat, hogy az emberek például Viskről ide utaztak, ruhát hoztak, libát, felpucolt libát, három nagy libát, hogy nem is tudtuk hová tenni, és sok pénzt is hoztak. Összeszedték a gyülekezetbe, és akkor mindenki a saját borítékját elküldte. Hát ez egy csoda, tényleg. És igen, még szeretnék visszatérni arra az ismeretlen emberre, aki annyi pénzt hozott, hogy egyszerűen a Kati megijedt, mert azt mondta, hogy ő még ennyi pénzt nem látott. Több mint 20 ezer grivnyát hozott, azt szeretném elmondani, mert ilyen felajánlás, én is meglepődtem, és nem is tudjuk a kilétét, hogy ki volt. És abból indult el, az volt az első felajánlás, és abból indult el a munkálat. Hát akkor sokat számított a kezdeteknél. Igen, a kezdeteknél ez volt az, ami azt mondtam, hogy tényleg, hogy az Isten most már segíteni akar, és elindulhatunk. Hála Istennek, hogy vannak ilyen segítő szívű emberek. Igen. Akkor nézzük arra. Jó, ahol már mennek a munkálatok. Látjuk, hogy itt már folynak a munkálatok, illetve majdnem készen van, még a burkolat kell, hogy az felkerüljön. Hát csempe lesz rakva, de el is mondom, hogy miért, mert sokan... Menjünk, mehetünk közele. Sokan kételkedtek benne, hogy miért csempe. Hát itt annyira vizes volt, ahogy felszedték, amivel volt letakarva, hogy egyszerűen szárítani kell, tehát hogy a víz elmenjen, hogy lehessen valamit csinálni, és sokat gondolkoztak a mesterek, hogy mi legyen. De végül is azt mondták, hogy szőnyeggel le lehet teríteni a csempét, de viszont az a legbiztosabb, az a nedvességtől nem jön föl. És annyi rengeteg szőnyeg felajánlásunk is van, függöny szőnyeg, hogy már szerintem mindenhol be lehet borítani, nem lesz hideg a gyerekeknek. Úgyhogy látjuk, hogy itt a plafon is a mennyezet belet itt is takarva. Hát itt a mesterek önkéntesen vártak egy... nem szőelőző, mert itt fűtés lesz, hogy elmondjam. Még arra várunk felajánlás, hogy még egy kályha legyen, mert nem volt kémény. És akkor ők most egy ilyen idéglenes kéményt fognak csinálni. És kályhára még várnak? Várunk kályha, még kellene, igen. Csak azért mondom, hogy mi a hiányosság, ajtó mindenhová már, a bejárati ajtónk az még nincsen. De viszont a belső ajtók azok mindegyik megvan. Hát radikális változáson ment át ez a ház. Igen. És ha jól tudom, maradnak azért munkálatok tavaszra is. Hú, hát rengeteg, mert igyekeztek a mesterek azt, ami nagyon fontos volt megcsinálni, mivel a hátsó részen, amit láttunk, hogy a hátsó rész meg lett töntve, de viszont itt a ház első része is ki van mosódva, és a hátsó része is. Ott még nagyon nagy problémák vannak, de egyelőre most ezt nem tudják megcsinálni, mivel ugye az idő is szükös, hogy a hideg előtt már nem érkeznek befejezni. Hát de hál' Istennek a szomszédok is úgy mondták, hogy bármivel, hogyha kell, mert voltunk megkérdezni, hogy ott ugye ki kell ásni a szennyvíz levezetés, és akkor mondták, hogy nyugodtan csak segítsünk nekik. A két héttel ezelőtt jártunk itt, akkor találkoztunk. Hát nagyon sok változás történt Kati néniéknél. Hát igen, hát hál' Istennek. Hát hoztak na eleséget is, na ruhaféléket is, szőnyegeket is ajánltak, meg ajánlnak, és most is hát na sokan segítnek, jó emberek vagynak, sok jó emberek vagynak. Nem is gondoltam, hogy hát lehetőség lenne. Nem lehet elmondani azt, ami történik, nagy csoda történik. Hál' Istennek megsegítene, jó atya, bízunk benne, hát imádkozunk a gyerekeket is, hát meg járnak örömhírklubba ők is. A gyerekek hogy élik meg
örülnek? Érzik azt, hogy változik valami? Hát igen, már alig várják, hogy beköltözzenek a szobába, azt mondják, hát na, mondom már, megsegít a javatja, hallják a gyerekeket. És minek tetszenek a legjobban örülni? Mi az, ami a legfontosabb volt, hogy helyre jöjjön? Hát az ablakoknak, és na mindennek örülnek. Na, amit adományoznak, és mindennek örülnek, az ilyen gyerekek örülnek. És Kati néni számára mi az, ami a legnagyobb segítség volt? Jaj, nekem minden a legapróság, és nekem minden a jó segítség. A minden, amit adogatnak, jó emberek vagynak, mondom, hát nem is lehet azt elmondani. Akkor most ez a karácsony egy kicsit másképp fog alakulni. Szebb lesz, meg minden jobb lesz. Na. Meg melegebb lesz a szobák is, meg minden, mert hideg volt, nedvesültek fel. Nincsen fundamentum, nagy fundamentum nem volt. Hát már most reméljük, hogy jobb lesz. Csempe minden le lesz, csempéze, már most jobb lesz minden. Hallottam, hogy mosógépet is kapnak, könnyebb lesz a mosás. Igen, hát még az nem is volt nekünk. Hát. Eddig mindig kézzel tetszett mosni, ugye? Kézem, meg volt olyan tárcsás mosógép. Tavaly előtt karácsonyra adtak a községházára, csak elromlott. No. Azt azóta meg kézzel mosok. Mondják, hogy sok segítség is van az interneten, hát mondjuk nekünk nincsen, de azt mondták, hogy máma reggel is, hogy hát egy fiatalasszony, hogy nagyon sok segítségetek van. Mondom, nem is lehet azt felgondolni. Nem is tudok felgondolni a jó Istennek, nem tudunk elég hálát adni, míg életet adott nekünk. Addig nem tudunk hálát adni a jó Istennek, igaz? Így van. Tetszett említeni, hogy a gyerekekkel amúgy is nagyon jó kapcsolatot ápol. Biztos, hogy ezek alatt az időszakok alatt is, mióta megérkeztek a támogatások, de hogy örömhírklubba is önhöz járnak. Hát igen, régen is ismertek a gyerekek engem, meg beszélgettünk is, de viszont ők egy bezárkózó világba éltek, mert szégyelték, hogy ilyen szegénységben vannak. És akkor, mikor ez a felvétel elkészült, akkor én próbáltam nekik beszélni, hogy nem kell szégyelni azért, hogy szegények, mert ha az Isten megsegíti őket, akkor majd emlékezzenek meg arról, hogy ők is tudjanak segíteni. És hála az Úrnak, a gyerekek úgy megnyíltak, hogy sok mindent elmondtak nekem, és mondták, hogy szoktak ők imádkozni, mert az anyukájuk mondta, hogy ne emberekbe, hanem egyedül csak Istenbe bízzanak. És akkor próbáltam ebből a nehéz komfortzónájukból kimozdítani őket, és elhívtam őket örömhírklubba, ami nálam odahaza működik. És a gyerekeknek a szemét azt látni kellett, hogy felcsillant, hogy ők most már kimozdulhatnak és jöhetnek közösségbe. És azóta már most második hónapja, minden szombaton hozzám járnak az örömhírklubba, ahol hallják az Isten igéjét, és az, hogy tényleg, hogy van segítség. És ha jól tudom, van még egy család egyébként Nagydobronyban, igen, akik segítségre szorulnak. Igen, ők róluk is készült felvétel, csak ott az anyuka nem szerette volna, hogy ez publikus legyen. Pedig sajnos nagyon nagy problémában vannak, mert van egy 13 éves fiúcska, aki súlyos betegséggel küzdött, hál' Istennek most már nincsen olyan gyakran, ez az epilepsziás rohamok, mert ő a rossz körülmények között ezt az orvosok meg a gyerek belső egészségi állapota megromlott, és így lett ilyen beteg. Éber epilepsziába szenved sajnos. Viszont az anyuka nem szerette volna, hogy ez kimenjen a külvilág felé, és így ők hozzájuk nem tudunk így ilyen gyakrabban elmenni. És ott hány gyerek van, és hányan élnek együtt? Hát ott két család is van azon az udvaron, ahol volt a felvétel, és most jelenleg a nagyapa, nagymama, az öt gyerek, mivel a hatodikat az anyukája elhívta magához, és azóta nem tudnak róla semmit, a nagymama. És még a másik család, az pedig az anyukának a testvére családja él egy kis házikóba, ott két házban lényegében. Nagyon nehéz körülmények között vannak ők is, de viszont ők is nagyon sok támogatást kapnak. Családoktól is, a községtől, egyháztól, de a nagymama, ő nagyon sokat dolgozik ott is, mivel ő 20, nem tudom pontosan hány éve dolgozik a kórháznál, mint takarító. És
Amellett még nagyon sokat dolgozik ilyen napszámos munkával. Akkor ő tartja el a gyerekeket, ha jól, igen, jól értem. Igen, ő tartja el a gyerekeket. Úgyhogy nagyon nehéz körülmények között vannak ők is. De viszont ahogy a nagymama elmondta a felvételen, a kisfilmen, hogy hála az Úrnak, ők próbálnak megélni, csak amikor jön a tél, akkor nagyon nehéz a fűtés nekik. Túlélni nehéz nekik túlélni, a tele. Igen, igen. Hát sajnos ott a kicsi, aki most 6 éves, azt hiszem, a legkisebb gyerek, ő még nem is tudja felfogni, hogy harmadik év az anyukáját nem látta. Mert ahogy az anyukája elment, sajnos azóta nem jött haza.